다염이 나죠. 으깊게 어떤 조달어도 시다 뒤주시게 바라 복원 다시다 이마도다 애여다 모야여 조다여 미마여 으킬 때 모토 음모가 조달어 뒤주시겠 바란 복원 댄시댐 이만 그래줄 알게 됐어 이는 그땐 애유땐 애유땐 오야죠 조다요 이만요 으키땐 먼저 음모야 조다요 도시시댐 주시겠지 마라 복원 다시 뱀 이만 Oh here I am Here I am to worship Here I am to bow down Here I am to say that You're my God You're all together worthy All together Can't you make any?
Yeah.
두근 이슈댕감이 어때란디 시간 시간 흡하시 내시 시내 끝 어떤 것이로 다본 민난 따란 민심이 반산을 했던 애써 쇼크약 오랜 유구슬 사람 밀했던 다오고 더 쇼크 질러 곧 스피드 이슈메라 더 펜시가시 이슈텐 포 오요 더머쉬 기다려다기 우자도 빌라 못너 이식이 뜬티맥 오버넘 따흐어로 기어도 떠넘더 그만한 일단 들피 Lord God, we praise you in this place. We come before you, the Almighty God. The amazing, powerful Lord.
Köszönjük, hogy megállhatunk előtted. We thank you that we get to stand before Köszönjük, you. Köszönjük, hogy együtt lehetünk előtted. And we thank you that we get to be together before Hatalmas you. Hatalmas erő van abban, amikor ketten-hárman összegyűlünk a te nevedben. Because there is awesome power when two or three are gathered together. Mert te lelkeddel akkor ott vagy. Because you are there among them by your spirit. Megvalljuk, Atyánk, ma este is, hogy hiszünk benned. And Lord, we confess tonight that we believe in you. Hiszünk abban, hogy te felséges Isten vagy. We believe that you are Almighty God. Lenyűgöző, mindenható Isten vagy. You're amazing, Almighty God. Aki pontosan ismert, hogy miben vagyunk most éppen benne. You know exactly what situation we come from. Személyenként, külön-külön. You know us one by one. És akarsz hozzánk szólni most. And you want to speak to us. Meg akarsz szólítani személyesen. You want to speak to us personally. Kérlek, nyisd meg most a mi szívünket, segíts nekünk megnyitni a szívünket. Lord, help us to open our hearts to you right now. Így jöttünk el ma este, hogy szólj hozzánk, Uram, mert hallja a te szolgád. This is why we are here tonight, because we want to hear from you. Itt állunk előtted. Your servant is before you. Trónt állítottunk. We have made this throne for you. És a mennyet kértük, hogy jöjjön el veled együtt, and ide a földre, ebbe a terembe. We've invited heaven to come before us in this place. Így törzs fel most a mi lelkünket a te szellemeddel. Fill our spirits with your by your spirit. És a te bölcsességeddel. And with your wisdom. A te nevedben. In your name. Amen. 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 Sziasztok. Hi everyone. Még mielőtt belevágunk az órába, igazából egy vallomással tartozom. Before we jump into it, I have to confess something. Mert a média csapatban van egy szabály, hogy feketébe jövünk szolgálni, látszódjunk a képeken. Because in the media team we have a rule that we have to come in black to serve. Erre meg ma felvettem egy fehéren. Today I put on a white t-shirt. Sőt, a média csapatban szoktuk mondani a tanítónak, hogy fehéret ne vegyél föl, mert nagyon nehéz belőni a színeket. And actually we keep saying to the teachers or the speaker not to put on white on the top because it's actually quite hard to balance the colors. Szóval ne haragudjatok, és szeretlek titeket. So special apologies for the media team. Na szóval az Egy Királyok könyvében vagyunk benne, és folytatjuk Salamonnak a történetét, és ma be is fogjuk fejezni. So we are studying 1 Kings and we are studying the story of Solomon and we are going to finish it today. Szóval, as well. Ha itt van a Bibliátok, akkor majd a 11. fejezetnek a második részét fogjuk ma tanulmányozni. So if you have your Bibles with you, you can go ahead and open it to chapter 11 and we'll be in the second part of that chapter. És nekem Salomon az egyik olyan karakterem a Bibliában, akit így úgy megszeretnék. For me, personally, Solomon is one of these characters in the Bible that I really want to love. Hogy bármikor olvassuk az ő történetét, akkor azt olvasom, hogy ez az érzés van benne, hogy Salomon, most ne szúrd el, most jól csinál. And whenever I'm reading his story and whatever he's doing, I'm always rooting for him not to mess it up again. És azért érzem ezt vele kapcsolatban, mert ő olyan jól kezdte. And I have these feelings about him because he started off so well. És amikor tanulmányozom az igét, meg olvasom ezeket a történeteket, akkor próbálom beleélni magam az ő helyzetébe. And whenever I'm reading his story, I'm always trying to imagine living that story. Hogy milyen lehetett a hely, milyen lehetett mondjuk látni Dávidot, az édesapámat. Imagine what the situation would be like or the environment, what it would be like to have King David as my father. Hogy viselkedett gyerekként és hogy kezdett egyre inkább felnőtt lenni. How he would behave, how Solomon would be behaving as a child and then growing up. El tudom képzelni azt, hogy látja Dávidot, ahogy uralkodik az országban, meg látja azokat a döntéseket, amiket hoz. I can imagine his father, King David, seeing him rule over the country and seeing all his decisions that he makes. Látja azt az apján, hogy ő ég az Istenért, látja a zsoltárjait, hallja az imáit, látja az apjának a legmélyebb belső érzéseit. And just seeing his father on fire for the Lord as he's ruling over the kingdom and how he's writing his psalms and his prayers and how he's just really on fire. És Salamon lett Dávid után a király, és látjuk azt, hogy ő is ég az Istenért a kezdetekkor. And then Solomon becomes king after David and we see that at the beginning of his reign he is on fire for the Lord as well. És hogy ő már nem zsoltárokat ír, hanem bölcsességeket, meg példabeszédeket mond. And he himself doesn't write any more psalms, but instead writes his wisdom and proverbs down. Olyan bölcsességeket, amelyek felelik az életnek a minden területét.
And these are wisdom, pieces of wisdom that really just engulf every area of life. Hogy a családtól a szegényeken át való hozzáállásig, a munkához való viszonyig, a gyakorlati tanácsokig mindent olvasunk a példabeszédekben. And he writes about everything from family matters to work to how to relate to the poor and just in general life advice. De leginkább ezekben az látszik, ahogy Salamon akkor és ott hogy viszonyul az Istenhez. But really what we see in his writings is how Solomon was relating to the Lord at any given point. És ez Salamonnak a nagy erőssége, és én ezért szurkolok neki mindig. And this is one of his biggest strengths, and so I'm always rooting for him to do this. Mert amikor elkezdi az uralkodását, akkor egy dolgot kér az Istentől. Because when he starts off as a king, he asks for one thing from the Lord. És igazából ő mindent kérhetett volna, de csak egy dolgot kért. He could have asked for anything, but he only asked for one. Sőt, igazából az Isten mondta, hogy kérjél bármit. And actually God himself said to him, you can ask for anything you want. Salamon pedig azt mondta, hogy engedelmes szívet szeretnék kérni. And Solomon as a response says, I want to have an obedient heart. Engedelmes szívet. An obedient heart. És ez az Istennek nagyon tetszik. And this is something really pleasing to the Lord. És ez az, ami miatt nekem ő így szimpatikus az életben, vagy a Bibliában. And this is something that makes him really likable for me in the Bible. Ami miatt így azt érzem, hogy ő így közel áll hozzám, és azt érzem, hogy így legbelül ez tök jó, és ez helyes. And I feel like I can really relate to him, and I feel like what he's doing here is really great, and it's good. És szerintem így itt a teremben itt mindannyian így megjártuk azt az utat, amikor így a magunk útját jártuk. And I feel like everyone here listening right now, we have all been in that situation when we are following our own path. Amikor Isten mutatott valamit, hogy mi lenne a helyes, de mi azt mondtuk, hogy hát Isten, az lehet, hogy az hosszú sokáig tart, akkor én inkább tudok egy rövidebb utat. When God has clearly set a path out for us, the right path, but instead we say, well, this seems like it would take me too long, so I know a shortcut. Túl sokat kell várni, vagy nehézségekbe ütközök bele. Maybe, Istenem, én megoldom magamnak. Maybe it seems like you will have to wait a longer time, or that there are obstacles ahead of you, so you say, I'm just going to do it my own way. És az a baj ezekkel a rövidebb utakkal, hogy ezek mindig ugyanoda vezetnek vissza, ahonnan elkezdtük, vagy még messzebbre, mint ahonnan elindultunk. But the problem with these shortcuts is that they always lead us back to where we started, or actually even further away. És szerintem már azt is megtapasztaltuk itt mindannyian a teremben, hogy milyen az, amikor az Isten útjain járunk. And I think that probably all of us have experienced what it's like to walk in the ways of the Lord. Hogy mi azok az utak, amiket ő elkészített, és mi tudjuk, hogy a jó helyen vagyunk. When we are walking in his way and his path, what it feels like to be in the right place. Hogy ezeken az utakon nem távolabb kerülünk Istenhez, hanem közelebb. That when you're walking in that path, you're not walking away from God, but you're walking toward him. És Salamonnak így indult az élete, és ez nagyon kívánatos. And Solomon's life started off like this, and this is something really desirable. És azt eddig láttuk, hogy mennyi áldás követte ezt az életet. And we've seen so far how many blessings his life was full of. Hogy felépült egy csomó minden Izraelbe, felépült a templom, paloták, városok, jó döntések, meg annyi dolog. That all these good things were built up in the city or in the country of Israel, you know, all these buildings, these palaces, the cities, good decisions, good paths. És mindez a sok minden, ez abból az engedelmes szívből született, amit ő kért. And all these good things being built up all are rooted in that obedient heart that he asked for. És az Isten ezt megadta neki, de azt gondolom, hogy ez nem egy egyszeri dolog. And God did grant him this obedient heart, but I believe that it's not something easy. Nem az, hogy egyszer engedelmes voltam, és utána azt mondom, hogy hát most már kész vagyok, engedelmes leszek, most már egész végig. Obedience is not about just being obedient once and then saying, oh well, I'm good now, I'm just going to remain obedient forever. Azt gondolom, hogy ez inkább ez egy folyamatos döntés arra, hogy keresem az Istent, hogy keresem az ő útjait, hogy megtartsam azt, amit ő mondott nekem. But instead, I think that this is a continual path, a continual decision to stick to that obedience, to follow and seek the Lord. Hogy az Isten az utat nyitott nekünk arra, hogy lehessünk engedelmesek neki. That God has opened up a way for us to be obedient to him. És így ezáltal meg tudja mutatni azt az utat, amire tudjuk, hogy az övé, és hogy az jó. And by doing so, he has revealed the right path for us to walk on, which is the right way. Sőt, igazából meg is mutatta.
And he has actually revealed this to us. Hát van egy könyv, amit úgy hívnak, hogy Biblia. Because there is a book called the Bible. És elég nyilvánvaló, egyenes kijelentések vannak benne arról, hogy hogy éljük az életünket. And there are some pretty obvious and straightforward instruction about how to live our life in this book. De az, hogy betartjuk-e ezeket, az a döntés az enyém. But whether we follow these instructions, that's on us. That's our decision. Ahogy Salamonnak is megvoltak ezek a döntései, hogy engedelmeskedni akar-e Istennek vagy sem. Just the same way that Solomon had the option of following or being obedient to the Lord or not. És eljutottunk oda a múlt órán, hogy láttuk azt, hogy Salamon elkezdett engedetlen lenni. And then last time we were studying this, we got to the point where we saw Solomon starting to be disobedient. Hogy elkezdett engedetlen lenni, mert elkezdett jobban bízni a saját erejében, a saját hadseregében, mint az Istenben. He started to become disobedient to the Lord because he started to rely on his own strength and the power of his army instead of the Lord. Hogy ellene ment olyan törvényeknek, amiket az Isten tisztán és nyilvánvalóan kijelentett, hogy ilyet ne csinálj. That he went against the very clear instructions of the Lord that said, do not do these things. És ez a sok dolog eltérítette az ő szívét az Istentől. And all these temptations, they led his heart astray from the Lord. És mikor én ezeket olvasom, akkor én azt mondom, hogy Salamon, nem áll. And when I am reading these things, I'm like, oh, come on, Solomon. Hogy mindened megvolt, de te mégis eltékozoltad. You had everything, and you wasted it away. Hogy az Isten azt mondta, hogy megadok neked mindent. God said he would grant you everything. És én jobban tudom, mint te, Salamon. And I know you better Csak than you do. Csak légy engedelmes. Just be obedient to me. És Jeremiás azt mondja, hogy békességet hozok rátok, nem pedig romlást. In Jeremiah we read that he has plans for us to prosper and not to harm. De csak akkor, hogyha teljes szívvel folyamodtok hozzám. But only if we seek the Lord with all our heart. És korábban az 5. fejezetben azt olvastuk, az 1 Királyok 5:4-ben, hogy békesség volt Izraelben. And previously we read in 1 Kings 5:4 that there was complete peace over the land of Israel. Azt olvassuk, hogy ezért mindenfelől békesség volt Salamon körül. It specifically says that the Lord has granted me rest on every side. És ez az ígéret nem csak Salamonnál áll fenn, hanem fennáll ugyanúgy nálunk is ma. And this promise was not just true for Solomon's time, but it is true for us today. Mert Jézus azt mondta, hogy békességet hagyott nektek. Because Jesus said that I will leave you my peace. De nem azt a békét, amit a világ ígér. But not peace like the world gives. Mert milyen békét ígér a világ? Because what kind of peace does the world give? És ezen gondolkodtam, hogy hát igen, hogyha sok pénzed van, akkor oké, meg legyenek megtakarításaid is persze. And then I was thinking to myself, well, the world would say, well, just have lots of money and make sure you have savings. Ja, igen, tanulni kell, hogy legyen jó szakmád, és akkor utána legyen egy ekkora CV-d, meg ugye a LinkedIn-en is egy nagyon sok visszajelzés, hogy te milyen jó munkaerő vagy. And make sure that you know you're studying well in university so that you can build up your career and have a huge CV and everybody's loving you. Meg az, hogy legyen stabil családi háttered. And to have a stable family background. Na meg jó kapcsolataid. And good relationships. Ja persze, foglalkozzál magaddal, járjál el pszichológushoz rendszeresen, hát persze, nem is foglalkozni kell valakinek. And of course look after yourself, your own person, make sure you go to therapy because you have to look after yourself. És akkor oké lesz, akkor béke lesz. And if you do and have all these things, then you'll have peace. És szerintem, amiket itt felsoroltam, nincsen gond velük. And I think what I have listed here, there's nothing wrong with these things. Vagyis igazából csak egy gond van. But actually there is one thing wrong with them. Hogy nem fognak békét hozni az életünkbe. That they will never bring you peace. Hogy hamis reménnyel kecsegtetnek, hogy fognak, de igazából puszta ábránd az egész, hogy ezek békét fognak hozni itt belül. That really these things just entice you with a false sense of hope, but really they will never bring you peace within. És ezek eszközök, de nem a béka maga. And these are just tools of the world, but they are not peace in itself. Mert Jézus azt mondta, hogy én hozom el a békét nektek. But Jesus said, I am the one that brings true peace. És Salamon pedig elhagyta az Istennek az útjait, és ennek minden lett a következménye, csak nem béke. And Solomon abandoned the ways of the Lord, and that brought about a lot of consequences, but none of it was peace. És hogyha belelapoztok a Bibliátokba, akkor azt láthatjátok, hogy ennek az alfejezetnek az a címe, hogy Salamon háborúi. And if you look into your Bible, you'll see that this section is titled The Wars or the Battles of Solomon.
11. fejezet 14. versem. So we are reading in chapter 11 verse 14. Ezután ellenfelet támasztott az Úr Salamonnak az edomi hadadot, aki királyi ivadék volt Edomban. Then the Lord raised up against Solomon adversary, Hadad the Edomite from the royal line of Edom. Szóval volt ez az edomi hadad, aki még gyermekként menekült el Izraelből Egyiptomba. So we've got this guy here, Hadad, an Edomite, who ran away to Egypt. To Egypt from Israel as a child. Akkor, amikor Dávid megtámadta őket, Edomot. At the time when David rose up and attacked Egypt. Majd pedig Egyiptomban telepedett le, és ott elég jó sorsa lett, mert elvette a fáraónak a lányát, majd pedig ott lakott a palotában. So David attacked Edom, sorry. And then he settled down in Egypt, and he had a really good life, and he married the daughter of the Pharaoh. És fia is született neki, és ott élt a palotában, tehát ez egy erős ember volt. And he had a son, and they all got to live in the palace of the Pharaoh, so he had a really good life. És amikor meghallja ez a hadad, hogy Dávid meghalt, akkor azt mondja, hogy én visszatérek a hazámba, de nem békével. And then when Hadad hears that David had passed away, he says to himself, well, I'm going to return to my motherland, but not with peace. És a fáraó meg is kérdezi tőle, hogy te miért akarsz visszamenni? És ő azt mondja, hogy semmi dolgom nincs ott, de vissza akarok menni. And then the Pharaoh even asks him, like, why do you want to go back? And he says, actually, I have no business back there, but just let me go anyway. Hogy nem akart oda mást hozni, csak zavart, pusztulást, rombolást, romlást. He didn't want to bring anything else to that land but adversary, trouble and unrest. És a 23. vers, se olvasom föl, úgy kezdődik, hogy támasztott Isten másik ellenfelet is, Rezont, Eliádá fiát, aki urától, Hadadezertől, Tóbá királyától menekült el. Ez férfiakat gyűjtött maga mellé, és egy rabló csapatnak a vezére lett. So we jump ahead to verse 23. And God raised up against Solomon another adversary, Rezon, son of Eliada, who had fled from his master Hadadezer, king of Zobah. Rezon gathered a band of men around him and became their leader. Szóval itt van ez a másik fickó, aki ugyanazt tervezi, mint ez az előző. So we have this other guy here, and he's planning the same thing as Hadad did. Hogy ő egy rabló csapatnak a vezére lett, és rabolt, fosztogatott, és romlást hozott oda. He is the leader of this group of bandits, and all he was bringing about was destruction and trouble. És azt írja az igen, hogy ezek ketten nagy veszedelmet hoztak Izraelre. And what the word says here is that these two people brought about huge destruction on Israel. Azonban nem mertünk el amellett, hogy ebben a két igeversben az úgy kezdődik, hogy támasztott Isten ellenfelet. But we cannot ignore the fact that both of these verses start by saying God raised up an adversary. És én azt gondolom, hogy valószínű, hogy nem Isten jelent meg ennek a két embernek, és mondta, hogy menjetek és tegyétek tönkre Salamonnak a királyságát. And I think that probably God didn't just come to these two men saying, oh well, rise up against Solomon and destroy his kingdom. Viszont Isten megengedte azt, hogy az ő haragjukon, meg az ő bosszújukon keresztül próbálja Salamont visszatéríteni arra, hogy gyere vissza. But at the same time, God did use their anger and their defying thoughts against Solomon to use that to bring Solomon back to himself. Hogy visszatérítse oda, ahol fiatalon volt, de már idősebben már nem. To make him turn back to that original spot where he was and when he started off as a young man, but he's no longer. És azt gondolom, hogy Isten sokszor használ ilyen helyzeteket az életünkben, hogy rámutasson olyan helyekre, ahol még szükségünk van rá. And I think God can use these situations in our lives oftentimes to point out areas within our lives where we still need to rely on him. Hogy megengedi azt, hogy emberi gyengeségek, vagy rossz indulat, önzőség, becsvágy, vagy ki tudja milyen motiváció kikezdjenek bennünket. He allows human emotions like jealousy or self-centeredness or any sort of adversity within us to really eat away at our hearts. És azért, hogy aztán utána odaforduljunk az Istenhez. Only so that we might turn back to him. Hogy azt mondjuk, hogy szükségünk van rád. And to admit that we need him. Mert a veszedelem közepette sokkal inkább keressük az Istent. Because in the midst of trouble and danger, we are much more likely to seek the Lord. És sokszor van ellenfelünk az életben, de így az okát ezt tényleg így nem tudjuk, hogy miért.
And so many times we do have an adversary in our life, but sometimes we don't know why. Mert Salamonnál azért láthattuk, hogy az ő bálványimádása, az ő feleségei, az ő szeretői, azok eltértették a szívét, és azt mondjuk, hogy értjük. Because in the life of Solomon, we have seen that it was his idol worship, and it was his many wives and his concubines that led his heart astray from the Lord. De van olyan, amikor nem csináltunk olyan dolgokat, mint Salamon. But then sometimes we didn't do anything like Solomon did. De mégis ott vagyunk a zavarban, meg a veszedelemben. But still we are in the midst of peril and trouble. És ezek legtöbbször ittben vannak itt a fejben. And usually these things happen within our head. És ne felejtjétek, hogy van, aki zavar, pusztulást, veszedelmet akar hozni. And then just don't forget that there is someone out there who does want to bring about destruction and trouble and peril. Az, akit úgy hívunk, hogy a vádló, vagy a kísértő, vagy a hazugság atya. He's the one who we call the accuser or the tempter or the father of lies. Ő az, aki jár, mint ordító oroszlán, és keresi azt, hogy kit tud elnyelni. He's the one walking about like a roaring lion, looking for the one person to swallow up in whole. És mesterkedik azon, hogy tud elszakítani az Istentől. And he's trying to figure out a way to break our bond between us and God. És itt nekünk mi a feladatunk? So what is our task here? Az, hogy megtapossuk a sátánt rituálisan. Is it to ritually stamp on the head of Satan? Vagy nevessünk rajta? Or to laugh at him? Vagy úgy tennénk, mintha nagyobbak lennénk nála? Or pretend that we are greater than him? Mintha mi győztük volna le? To do as if we had conquered him? Nem, aki legyőzte, az Úrunk Jézus Krisztus. But the one who has defeated him is our Lord Jesus Christ. És nekünk egy dolgunk van, dicsőíteni őt. And we only have one task in this situation is to praise and honor him. És hogyha benne vagyunk egy ilyen veszedelembe, akkor emlékeztetni kell magunkat az igazságra. And if we are in the middle of peril and trouble, then we have to remind ourselves of this truth. Fel kell venni az Istennek az igéjét. We have to take up the word of the Lord. Emlékeztetni magunkat az üdvösségünkre. We have to remind ourselves of our salvation. Meg harcolni imában. And to put up a fight in prayer. Majd olvassátok rá az Efézus 6-ot, az Isten fegyverzetének a felöltését. If you want, go ahead or go and read Ephesians chapter 6 about the armor of God. Na, így kell harcolni a vádló ellen. And how we have to fight against the tempter. És van egy dal, amit mostanában elég sokszor hallgattam a Spotify-on. There is a song that I've been listening to a lot recently on Spotify. Szerintem még nincsen magyar fordítása. I think there is no Hungarian translation yet. Szóval ez nyers. This is a raw ez pedig úgy szól, hogy győzelmet fogok látni abban a csatában, ami rád tartozik, Uram. It says, I'm gonna see a victory for the battle belongs to the Lord. Mert tudom, hogy végződik a történet. I know how the story ends. Mert ez a háború a tied, Istenem, és nem másé. Because this battle belongs to the Lord. És mivel amivel az ellenség támad, azt te jóra tudod fordítani. And you take what the enemy meant for evil and you turn it for good. És van egy harmadik féle veszedelem. And there is a third kind of peril or trouble. Amikor a vihar vagy a veszedelem az Istentől van. When the peril itself or the storm comes from God. És emlékeztek arra, amikor a Jézus azt mondja a tanítványoknak, hogy fiúk, menjünk át a túloldalra. And maybe you remember the story when Jesus says to his disciples, let's cross the Sea of Galilee. És ismerjük a történetet, hogy beszállnak a hajóba, egy ideig minden oké, okay, majd pedig hatalmas vihar lesz. And we remember the story that they all board the boat, and for a while everything is fine, but then after a while there's this huge storm. És a hullámok már kezdenek becsapni a hajóba, és a tanítványok azt hiszik, hogy most fognak elveszni. And the waves are so great on the sea that it's the water is coming on overboard, and the disciples are thinking this is surely their end. Pedig Jézus volt velük a hajóba. Even though Jesus was with them in the boat. Vele szálltak be. They boarded the boat with him. És Jézus nem azt mondta, hogy na fiúk, menjünk el a közepéig, aztán fulladjunk bele mindannyian. And Jesus didn't say to them at the beginning, well, let's go to the middle of the lake and then just drown. Hanem menjünk át a túloldalra. What he said is let's cross to the other shore. És amikor a tanítványok azt hitték, hogy itt a vég, vagy a vihar az erősebb, vagy a veszedelem az nagyobb, amiben benne vannak, akkor mutatta meg azt, hogy Jézus ki valójában. And when they were in the middle of the storm and when everything seemed so dark out there and just hopeless, that's when Jesus truly revealed who he really was. Hogy ráparancsolt a tengerre, és csönd lett. That he commanded the sea and it was calm.
És a tanítványok megkérdezték, hát ki ez, aki parancsol a szélnek, meg a tengernek, meg a viharnak? And the disciples asked, well, who is this man that commands the water and the sea and the storm? És ezek az emberek, akik Jézussal együtt szálltak be a hajóba, és a veszedelemben voltak, nem úgy szálltak ki, mint ahogy be. And these people that boarded the ship with Jesus and then ended up in the storm did not come out of the boat the same way. És nem azért, mert mondjuk vizesek lettek. And not because they got wet. Hanem azért, mert megváltozott az életük. But because their lives were completely changed. Mert Jézus mutatott nekik valami olyat, amit csak egy ilyen dologban lehet megtapasztalni, hogy ki ő valójában. Because Jesus revealed something of him, of himself to them that can only be revealed in a situation like that. És ezeket azért mondtam el, mert hogy van olyan tényleg, amikor nem a bűneink, meg nem a sátán, hanem az Isten hoz viharokat az életünkbe. And I'm saying this to you because there are times when it's not from our sin or because of Satan, but because of the Lord that there's a storm in our life. És ahogy én járom az utamat, én ezeket tapasztalom, és ebből nincs kevés. And as I'm walking, you know, on my path and living my life, I have seen a few of these storms myself. De ott van az ígéret, hogy a vihar az le fog csendesedni. But the promise is there that the storm will die down. Meg csend lesz, meg békesség. And there will be peace and quiet. És megváltozik közben az életünk. And your life will be completely changed. És a kérdés az az, hogy Jézus ott van-e a hajódban. So the question is whether you have Jesus in that boat. Hogy hiszel-e az ő ígéreteinek. Do you believe his promises? És Salamonnak az életében, az ő kis hajójában, az életének a hajójában egy idő után már nem volt ott Isten. And in Solomon's life, in his life's boat, as it was, God wasn't there after a while. És egyedül találta magát a veszedelembe. And he found himself alone in the middle of the storm. 26. vers az így szól. Jeroboám, az Efrátai Nebát fia, Cérédából, Salamon szolgája, akinek egy özvegyasszony volt az anyja, név szerint Ceruá, föllázadt a király ellen. So this is verse 26. Also Jeroboam, son of Nebat, rebelled against the king. He was one of Solomon's officials, an Ephraimite from Zerida, and his mother was a widow named Zeruiah. Igazából kiválasztottam azokat az igeverseket, amiket a legnehezebben tudok elolvasni. I clearly chose the verses that are the hardest to read. Szóval ez a Jeroboám a harmadik ember, aki föllázadt Salamon ellen. So this Jeroboam is the third person to rebel against Solomon. És mivel Salamon elhagyta az Istent, ezért kezdenek a dolgok kicsúszni az irányítása alól. And because we know that Solomon has abandoned the Lord, he's starting to lose control. És már nem csak Egyiptomból kívülről, hanem már a saját királyságán belül is kezd zavar lenni. And no longer is it only just from outwardly from Egypt, but now it's happening within his kingdom. Sőt, ez a Jeroboám, ez Salamonnak az egyik fontos embere volt. And actually we read that Jeroboam was one of his key officials. Ő tette az emellett, hát egy derék munkát végez ez az ember, fölépített egy várost, hát akkor legyen egy magas pozícióban lévő valaki. So Solomon decided to make him an official because he saw that he was working efficiently as they were building up a city, so let's make him someone great. És ekkor egy furcsa történetet olvasunk az igében. And then we read something quite strange here in the story. Mégpedig az, hogy ez az ember proféciát kap Istentől. That Jeroboam was also a prophet of the Lord. Mégpedig úgy, hogy egy furcsa módon. And this was kind of a strange way, or in a strange way. Mégpedig Jeroboám éppen úton volt, és volt rajta egy köpeny. Hát akkor köpenyt hordtak, mint ma, mert esőkabátot. So Jeroboam was, according to the story, Jeroboam was on the way somewhere, and he was wearing this cloak. Szóval odament hozzá ez a proféta, lerángatta róla a kabátot. So this prophet went up to Jeroboam and took the cloak off his back. Szétszaggatta 12 részre. He tore it up into 12 pieces. És 10-et odaadott neki. And he gave him back 10 of these pieces. És azt mondta, hogy így fogja Salamon kezéből kiszakítani a királyságot, és 10-et majd ő fog megkapni. And he said to him, this is how the Lord is going to take away the kingdom of Solomon, tear it up into pieces and give some of it back. Ez azért elég jó, hogy így ritkán kapunk ilyen módon proféciát. And I think this is doesn't happen very often that we get a prophecy like this. Lerángatják a ruhát róla, széttépik. That somebody just tears the clothes off of your back. De ezt mondja a proféta, hogy ez azért történik, mert Salamon az elhagyta az Istent. But the prophet says this is happening to
Solomon because he had abandoned the Lord. Ezt olvassuk a 33. verstől. And this is what we are reading from verse 33. Azért lesz ez, mert Salamon az elhagyott engem, és Astoretet, Szidon istenét, Kemost, a Moábiak istenét és Milkomot, az Ammoniak istenét imádta. Nem az én utamon járt, rendelkezéseimet és végzéseimet, amit én helyesnek látok, nem hajtotta végre, úgy, ahogy apja Dávid. De nem veszem ki a kezéből az egész országot. Megtartom őt fejedelemnek, egész életemben szolgálmért Dávidért, akit kiválasztottam, és aki megőrizte parancsolataimat és rendelkezéseimet. Fiának a kezéből veszem ki az országot, és 10 törzset neked adok. I will do this because they have, or Solomon has forsaken me and worshipped Ashtoreth, the goddess of the Sidonians, Chemosh, the god of the Moabites, and Molech, the god of the Ammonites, and have not walked in obedience to me, nor done what is right in my eyes, nor kept my decrees and laws as David, Solomon's father, did. But I will not take the whole kingdom out of Solomon's hand. I have made him ruler all the days of his life for the sake of David, my servant, whom I chose and who obeyed my commands and decrees. I will take the kingdom from his son's hands and give you 10 tribes. Ez az, amikor az embernek a szíve összeszorul. And this is the point where our heart just kind of goes out to him. Salomon, jól kezdted, de ez itt a vége. Solomon, you started off so well, but this is the end for you. És van egy dolog, amit talán nem tudtok rólam. And there's maybe one thing about me that you don't know. Tökre szeretem nézni a tévében a kerékpár közvetítéseken. Kerékpár verseny, ilyen nagy körversenyek. That I really like sort of watching cycling broadcasts on TV. És a legjobb benne az, hogy ezek ilyen 5-6 órás közvetítések, szóval így közben mindent meg tudsz csinálni otthon. And the best thing about these things or these broadcasts is that they last about 5 or 6 hours, so you can just do everything while you're watching. Főzöl, dolgozol, takarítasz, még alszol is, és nem maradsz le semmiről. You can cook, you know, you can work a little, you can clean, you can even sleep, and you're still not going to miss anything. És egyszer fültanulja voltam annak, hogy a riporterek is már unták magukat, és arról beszéltek, van francia körversenynél, hogy az 56-os villamos egyik megállójában milyen palacsintát lehet enni, és ez milyen jó. And one time I even heard the commentator complaining how bored they were of the broadcast, and they were talking about, you know, different food that you can get along the tram. Ez zseniális, az a jó ezekben a versenyekben, amellett, hogy ilyen csapatmunka van, meg taktika, hogy hosszúak, és a befutó számít. But the great thing about these competitions is that even though they are a teamwork and a team effort, what really matters is that the race itself is long and that you make it to the end. Szóval nagyon hosszú a verseny, és valakinek nem sikerül jól a rajt. The race is very long, and some people don't start off so well. Vagy van, aki el is esik a verseny közben. Or maybe there are some people who fall in the middle of the race. Vagy sokan vannak előtte még a közepénél, és azt hiszi, hogy ő van a legutolsó helyen. Or maybe in the middle of the race, you know, there are so many people ahead of him that he thinks, well, I'm surely the last person. Sőt, ezek olyan zsiványok, hogy még lögdösik is egymást így. Vállal. And they can sometimes be so cheeky that they are just sort of pushing each other with their shoulders. De hosszú a verseny, és van lehetőség javítani. But the race is long, and there's always a chance for correction. És ugyanezt mondja Pál is, mondjuk ő nem kerékpárral, hanem futással. And Paul is saying the same thing, not using the image of a cyclist, but a runner. Hogy úgy fussunk, hogy elnyerjük azt a koszorút. That we have to run the race with endurance to get that crown. Hogy nem bizonytalan a cél előttem. Knowing what our aim is. Nem úgy tekerek, meg nem úgy futok, hogy nem tudom, hogy hová megyek. That our aim is not something vague out there, just completely aimless. Hanem hogy tudom, hogy mi a cél, és ehhez megteszek mindent, hogy szolgálvá teszem a testemet, hogy ne legyek alkalmatlan a küzdelemre. But instead I am aware of what my goal is, and I can make my own flesh, my body slave to that goal, so that I wouldn't fail. Salomon pedig jól rajtolt, és engedelmes szívet kért, hogy meg tudja különböztetni a jót a rossztól. And Solomon started off really well, asking for an obedient heart so that he can have discernment over what's right and wrong. De útközben ő alkalmatlan lett a küzdelemre. But then somewhere along the way, he was incompetent for the race anymore. És az Isten azt mondta, hogy
Jó, akkor kiveszem a királyságot a kezedből. And so God said, okay, I'm just going to take the kingdom out of your hand. Méghozzá odaadom annak, akit majd én választok ki. And instead I will give it over to someone whom I have chosen. És a 36-os verset 39-ig olvassuk. And we are reading from 36 to 39. Csak egy törzset adok Salamonnak a fiának, hogy maradjon előttem mindenkor mécses a szolgámnak, Dávidnak Jeruzsálem városában, amelyet kiválasztottam magamnak, hogy ott legyen a nevem. Téged pedig fölemellek, és uralkodni fogsz mindenen, amit megkívánsz, ezt Jeroboámnak mondja. De te leszel Izrael királya, és hogyha hallgatsz mindarra, amit parancsolok neked, és az én utaimon jársz, és azt teszed, amit én helyesnek látok, ha megtartod rendelkezéseimet és parancsolataimat, ahogy tette a szolgám Dávid, akkor veled leszek, és építek neked maradandó házat, amelyet Dávidnak építettem, és neked adom Izrael. I will give one tribe back to Solomon's son, so that David my servant may always have a lamp before me in Jerusalem, the city where I chose to put my name. However, as for you, I will take you, and you will rule over all that your heart desires. You will be king over Israel. If you do whatever I command, and walk in obedience to me, and do what is right in my eyes by obeying my decrees and commands, as David my servant did, I will be with you. I will build you a dynasty as enduring as the one I built for David, and I will give Israel to you forever. És ez az egy törzs, amiről itt beszél, hogy megmarad, ez azért marad meg, mert Isten megígérte Dávidnak. And this one dynasty or one tribe that he mentions here is still alive because he promised it to David. Dávidnak, aki megtartotta az Isten rendelkezéseit, parancsolatait, és szerette az Urat, és nem hajolt el tőle, amikor elbukott, akkor fölállt. The David who was always faithful to the Lord, and even when he failed, he picked himself up and he followed his decrees and his commands. És ez az ígéret, ez ma is áll, ez a ház maradandó. And this promise still stands true today. This dynasty, this tribe is longing, long lasting. És kapott Jeroboám ugyanolyan ígéretet, mint Dávid kapott. And so Jeroboam is given a similar promise to what David was given. Hogy kap egy maradandó házat, hogyha szereti az Urat, és azt teszi, amit az Isten helyesnek lát. That his house will be long lasting if he does what is right in the eyes of the Lord. És nem tudom, milyen lett volna akkor, hogyha mondjuk Jeroboám megtartja azt, amit az Úr mondott neki. And I don't know what it would have been like if Jeroboam did what was right in the eyes of the Lord. Azt tudjuk, hogy az Isten az hű és hűséges. But what we do know is that the Lord is faithful. És betartja az ígéreteit. And he always does what he promises. És ez egy csodálatos dolog, amikor az Isten ígér valamit. And it's so wonderful when God promises us something. Ez egy olyan dolog, amit így nem szabad félváról venni. And it's something that we don't take lightly. És nem olyan rég néztem egy YouTube videót, egy bizonyságot láttam. And not long ago I was watching a YouTube video and someone was giving their testimony. Egy orvos és a férje, és az orvost azt hazaküldték a kórházba, a covidosokat kezelt, és akkor azt mondták neki, hogy akkor a röntgen képeket azokat elemezze ki otthon. So it was about a doctor and his or her husband, and the husband, oh well, her husband, and the husband was sent home, the doctor was sent home because she was looking after COVID patients, and so she was asked to look at her charts and her x-rays from home. És az Isten a szívére helyezte ennek a hölgynek, hogy imádkozzon azokért a betegekért, akiknek látja a röntgenképét a tüdejéről. And the God had put it on her heart to pray for the patients whose x-rays she's looking at. És az egyik betegnél így azt éreztem, hogy az Isten azt mondja neki, hogy neki nem csak otthonról kell imádkozni, hanem be kell mennie személyesen hozzá. And with one of these patients that she was looking at or she was praying for, she thought, well, I cannot just pray for him from home, so I have to go and see him in person. És megkérdezte a férjét, hogy ezt érzi, hogy ezt mondta az Isten. So she said to her husband, well, this is what the Lord is telling me. És a férje azt mondta, hogy hogyha az Isten mondta, akkor menjél. And her husband said, well, if it is what the Lord says, then you should go. Mert az Isten mondta. Because it was the Lord that said it. Szóval bement, imádkozott, nem is keveset, azért az egy hölgyért. So she went into the hospital and she prayed for this person for a long time. Aki végül meggyógyult. And then she was healed. Pedig lélegeztetőgépen volt és kismama is volt. Even though she was on life support and she was also pregnant. Szóval az Istennek a szavára kell adnunk.
So we always have to listen to the word of the Lord. És azok az ígéretek, amik benne vannak a Bibliában, azokat nem szabad félváról venni. And the promises that we have in the Bible, we shouldn't take lightly. Mert be fognak teljesedni, mert ez az Istennek a szava. Because they will come true because they are the word of the Lord. És lehet, hogy te is hallottál ígéreteket az Istentől, amikor ilyen személyesen szólt hozzád. And maybe you yourself have been given promises from the Lord as he was speaking to you personally. És ezt hívhatjuk kijelentésnek, proféciának, megerősítésnek. And we can call this, you know, a revelation or a prophecy or an encouragement. De hogy ezek a dolgok sose fognak ellent mondani annak, ami le van írva a Bibliában. But these things that you hear will never go against what is written in the Bible. És az én életemben is volt olyan, amikor Isten szólt személyesen hozzám. And there have been times in my life when God has spoken to me directly. És őszintén nem sokszor, én sokkal többször vágynék rá. And this hasn't happened a lot of times, and I'm longing for this to happen more. De amikor ő ezt tette, akkor azokra kristálytisztán emlékszem. But whenever he did speak to me, I remember these crystal clear. És ez egyik ilyen alkalom, amikor bemerítkeztem Vajtán. And one of these times is when I was baptized at Vajta. És emlékszem arra, hogy ott állunk a medencében, Jani meg Árpi imádkozik értem. And I remember being in the pool, and Jani and Árpi were praying for me. És már nem emlékszem pontosan azt, hogy mit mondtak, meg hogy mondtak, de két szóra emlékszem. And I don't remember exactly what they were saying, but I do remember two things. Meg pedig azt mondta Árpi, hogy elesettek segítője és ige hirdetője. When Árpi described me or said to me that I would be the help for the needy and the preacher of the word. Majd pedig fogtak és benyomtak a víz alá. And then he took me and dunked me underwater. És mikor feljöttem a víz alól, tényleg más emberként jöttem fel. And when I came up from underwater, I really was a new person. De nem azért, mert vizes lettem, mint a tanítványok. But not because I was wet like the disciples were. Hanem azért, mert ott meg lett pecsételve az életem, és hallottam két szót, ami azóta megváltoztatta az életem. But because my life was really signed there, and those two words still hold true in my life. És hogy az Isten mondta? Was that from the Lord? Igen. Yes, they were. Hogy elbuktam benne? Have I ever failed these words? Számtalanszor. Many times. És hogyha elbukunk, akkor az Isten azt fel tud állítani ebbe. But if we do fail, God is always able to pick us up. Mert ő igaznak lát minket. Because he sees us as righteous. És az igazak, hogyha elesnek, akkor is fel tudnak állni. Az Isten felállítja őket. And even if the righteous fail, God is able to pick them up. Hogy az Isten az erőt tud adni az erőtlennek. Because God is able to give strength. Mert ilyen a mi Istenünk. Because that is what is our God is like. És mint mondtam, lehet, hogy Istentől kevesebbszer hallottam ilyen személyes dolgot. And like I've mentioned, maybe there haven't been a lot of times when I've heard something personally from God. De azért van egy-kettő. But I do have a few. És amikor készültem erre az órára, akkor azon gondolkodtam, hogy én ezeket, hogy hiszem el még ezeket, amiket azt gondolom, hogy az Istentől hallottam. And as I was preparing for this study tonight, I was thinking to myself, do I actually still believe these things that were given to me from the Lord? Hogy komolyan veszem, vagy azt gondolom, hogy már a körülményeim azok már más mondanak? Do I take them seriously still, or am I just ignoring them because my circumstances are different? Mert van olyan, ami igazából azt láttam, hogy ez inkább csak egyre távolabb került tőlem, mint hogy közelebb kerülne. Because there are some promises that I was given that seem further and further away. És hogy tudom-e majd azt mondani egyszer másoknak, hogy az Isten az megígérte nekem, én vártam, én imádkoztam, és az Isten az hűséges volt hozzám. Would I ever be able to say to someone else that God had promised it to me, and I was faithful and persevering in prayer, and then I received it? Mert ez az egyik legnagyobb bizonyság keresztényként. Because this is one of the biggest testimonies as a Christian. Hogy tanúk vagyunk abban az ígéretben, amit az Isten adott nekünk. To be witnesses in what God has promised to us. Vagy úgy akarunk járni, mint Jeroboám vagy Salamon. Or do we want to end up like Jeroboam or Solomon? Hogy ők megkapták az ígéretet, de útközben valahol elvesztek. That they were given promises, but somewhere along the way they failed. Hogy elvesztették a hitüket abban, amit az Isten mondott nekik. Or they lost their faith in what the Lord has revealed to them. Hogy elvesztettek engedelmesnek lenni abban, amiben az Isten hívta őket. Or they failed to be obedient in what the Lord has called them to do. És a következő órákon látjuk majd Jeroboámnak az életét, és ő már az elejétől fogva nem hitt el, nem volt engedelmes. In the next few Bible studies we'll get to see the life of Jeroboam and we'll see that from the get-go his life was not obedient. Pedig az Isten tette neki az ígéretet.
Even though he was given a promise by God. És a fejezetnek a végén ez a pár vers ez azért elég szomorú. And then at the end of the chapter these few verses are actually quite sad. És Salamon meg akarja letni Jeroboámot, majd az elmenekül Egyiptomba, majd Salamon meghal. Solomon wants to kill Jeroboam and he runs away to Egypt instead and then at the end Solomon dies. És nem úgy hal meg, mint Dávid az apja. And he doesn't die the way David his father did. Hogy az utolsó mondataival is dicsőíti az Istent, és azt mondja Salamonnak, hogy tartsd meg, amit az Istened az Úr rád bízott. David was praising and was faithful in praise to the Lord, saying to Solomon, just be obedient in what the Lord has trusted you with. Nem úgy teszi, hogy Salamon az káoszt, veszedelmet hagy maga után. But instead, when he dies, Solomon just leaves chaos and destruction behind. És ami következik az országban, az bálványimádás, engedetlenség, országszakadás, sok-sok engedetlenség. And what follows in the country after his death is disobedience, a broken country, and just trouble and destruction. És az a jó hír, hogy nem kell minden történetnek így végződnie, mint Salamonnak a történetének. But the good news is that not all stories have to end this way. Hogy nem kell káosszal exitálnunk a dolgokból. We don't have to reap chaos around us. Hogy nem kell káoszt hozni saját meg más embereknek az életébe. We don't have to bring chaos over our own or other people's lives. És hogy én nem azt akarom, hogy amikor így rólam beszélnek majd, persze nem ez motivál, de az, hogy ne azt mondják, hogy olyan jól kezdte. And what motivates me is that when I die, I don't want people saying of me, oh well, he started off so well. Hogy ne azt mondják, hogy olyan jól indult, de valahol útközben elbukott és nem állt föl. I don't want them saying he started off so well, but then somewhere along the way he failed and never got up again. Hogy bárcsak kitartott volna a végéig. Or that he would have, if only he was obedient until the end. Hanem szeretném azt majd jól befejezni. I want to finish the race great. És hogyha számtalanszor el is bukok, akkor is végig szeretném küzdeni a versenyt. And even if I fail 100 times, I want to stand up again and finish. És hogy ez a verseny ez legyen kikövezve bizonyságokkal, meg legyen kikövezve elhitt ígéretekkel, amiket az Isten az valóra vált. And that this race that I'm running would be paved with testimony about how faithful God is in his promises. És ezek az ígéretek azért nem érthetetlen meg megfoghatatlan dolgok. And these promises are not something vague and out there or abstract. Hanem egyszerű dolgok. They are just simple truths. Olyanok, hogy azt tudom mondani, hogy igen, az Isten velem volt. Their testimony is like saying, yes, God was with me. Igen, akkor az Isten megvédett, meg megerősített engem. Yes, God has strengthened me and protected me. Hogy igen, ott az Isten az vezetett engem. Yes, that that time God was leading me. Meg gondoskodott rólam. And he was providing for me. Meg megvigasztalt. And he was consoling me. Megválaszolta az imáimat. He answered my prayers. Csodákat tett. He did miracles. És hogy nagyon szeretett engem. And he always loved me. Mennyi atyám, köszönjük az ígéret. Heavenly Father, we thank you for your word. Köszönjük, hogy te tényleg nagyon szeretsz minket. Thank you so much for how much you love us. És köszönjük azt a sok ígéretet, Istenem, amit te tettél. And Lord, we thank you for all the promises that you have given us. És tudjuk azt, hogy te ezeket meg is tartod. And we know, Lord, that you will keep your promises. És nagyon szeretnénk ezekben a viharokban, ezekben a veszedelmekben megállni, bármi is legyen az. And Lord, we really want to stand firm in these storms, whatever may come. Hogy csak benned bízni, Istenem. And trust only in you. Hogy tudjuk azt, hogy Jézus, te ott vagy a mi hajónkban. Knowing that Jesus, you are there with us in the storm. És hogy átviszel a túlpartra minket. And that you will carry us through to the other shore. Köszönjük a te szereteteted, Istenem. Thank you, Lord, for your love. Mi is nagyon szeretünk. And we love you so much. A te nevedben. In your name. Amen. Amen. Álámat eléd hozom, hitem ma is megvallom, bízom benned, nem csükkedek, kitartok, míg te rád nézek, várunk rád, jöjj közé tüzettel.
minket vár a fenséges király. Teremtő beléd állunk, szívem neked gitárom, ismert meg lelkem mélyét, lényem minden esztülését, hálámat eléd hozom, hitem ma is megvallom, bízom benned, nem csüggedek, kitartok, még te rád nézek. Várom rád, jöjj közé tüzeddel, nincsen más, ki méltó a dicséretre. Áldjad lelkem a menny és föld urát, áldjad lelkem. Megígérted,
nagy a te hűséged, hűséged. Kezedben éltem, te vagy erőségem, te sosem hagysz el, hisz megígérted, nagy a te hűséged, ó, kezedben éltem, te vagy erőségem, de sosem hagytál el, de sosem hagytál el. Fentségednél nincs vonzóbb e földön, sem dal, se szó. Jól ismered ezt a dalt, gyere énekeljük együtt. És nem találnék nálad, bármerre is indulnék, mert benned van szeretet vényed, csak te vagy az egyetlen út, benned volt a nálunk. Ó nagy király, ó nagy király, és győztes, győztes Istenünk van, énekelnek ki! Most csak néznek is csodálnak, találnék nálad szépet, bármere is indulnék, mert benned van szeretet vinni, és csak te vagy az egyetlen.
lesz Úr irgalma végtelen. Ezt folyton érzem én. Ha bár nincs semmi érdemem, ő mégis ott kezim. Kegyelme elsőként újra. Halleluja, bűneim lemosta már. Halleluja, kegyelme elsőként újra. Elsőként újra. Halleluja, yeah.
az összes bűnünket.